Szentendre Pest megyében a Dunakanyar kapujában, a Visegrádi hegység és a Szentendrei Duna találkozásánál fekszik. Elsősorban művészetével és kultúrájával ragadja magával a látogatót. A Dunakanyar ékszerdobozának nevezett város megérdemelten kapta a Művészetek Városa elnevezést. A kisváros sajátos mediterrán hangulata az elmúlt évszázadok folyamán alakult ki, amikor a törökök kiűzése után a többségben lévő magyarok mellett szerb, dalmát, szlovák, német és görög telepesek népesítették be. A belváros központja a főtér és a Bogdányi utca, számos műemléképülettel és múzeummal, illetve a közelben ott a hangulatos Dunapart is. A kisváros mintegy mágnesként vonza a látogatókat, így minket is. Első utunk a Czóbel Béla múzeumba vezetett, ahol a festő különleges képein kívül az életébe is betekintést nyertünk. Itt vagyunk a Czóbel Béla Múzeumban, Barki Gergely művészettörténész fog bennünket körbevezetni, aki egyébként a múzeum kurátora is. Szervusz, bemutatnád nekünk a múzeumot? Igen, nagy szeretettel. Ez a múzeum az első olyan múzeum volt Magyarországon, amely még egy élő művésznek az életében létrejött, és tulajdonképpen azután Csipke Rozsika álmát aludta ez a múzeum. Az állandó kiállítást nem nagyon bolygatták, és most 4 évvel ezelőtt, amikor Gulyás Gábor, a múzeum igazgatója megkért engem, hogy rendezem újra, akkor azzal az ötlettel álltam elő, hogy mi lenne, hogyha nem egy állandó kiállítást rendeznénk, hanem egy állandóan változó kiállítást. Tehát ez azt jelenti, hogy minden évben újra rendezem. Nem csak a múzeum törzsanyagára hagyatkozva, mert hogy a múzeum törzsanyagában vannak nagy hiátusok. Tehát ez egy írtózatosan nagy életmű volt, nagyon hosszú életet élt Czóbel Béla, rengeteget festett. Igen, azt akartam is kérni, hogy miért a szemügyre vennénk a festményeket, egy pár szóban az életéről, mert hát azért én utána olvastam, és kifejezetten érdekes élete volt, sok helyen járt. Hát nagyon izgalmas élete volt, és tulajdonképpen a 20. századi magyar festészet történetében ő egy abszolút kimagasló figura, mert hogy a nemzetközi avantgárdnak az élvonalában nagyon kevesen jutottak. Czóbel volt az egyik, aki elsősorban a francia Fauve csoporttal, ugye ez az Henri, Matisse, Dürer, Vlaminck és a többiek nevével filmjelzett csoportról beszélünk. 1900-as vadak, évek, ugye? A vadak, ők a vadak, a Fauvek, ugye a franciában a Fauvek. Az ő csoportjukhoz tartozott, velük együtt állított ki egy teremben, tehát ő abszolút, mondhatjuk azt, hogy ebben az időszakban tényleg az élvonal egyik vezéralakja volt, és sajnos pont ebből az időszakból nagyon kevés műve maradt meg, viszont itt az állandó kiállításon próbáljuk ezt az időszakát is úgy bemutatni, hogy kölcsönkérünk más múzeumokból, nem csak Magyarországról, hanem tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a világ minden pontjáról. Most is érkeztek az Egyesült Államokból, Németországból és különböző helyekről, nem csak múzeumokból, hanem magángyűjteményekből is. Uh-huh. Úgyhogy így tudjuk kiegészíteni a múzeum törzsanyagát, és így az egész életművön tulajdonképpen végig tudunk menni. Itt az első teremben már is olyan izgalmas dolgokat lehet látni, amit más kiállításokon még nem látott az ember. Például ez a nagybányai képe, 1904-ben festette nagy valószínűséggel, ez soha előtte nem volt Magyarországon látható. Ha csak nem valamikor a század elején, ezt még nem tudjuk biztosan, a képnek a létezéséről sem tudtunk. Ugye minden év tavaszán nyílik az új tárlat, ez a mostani, ez a harmadik, ez a 3.0, ez 2018 áprilisában nyílt, és én márciusban még nem tudtam ennek a képnek a létezéséről. Wow. Úgyhogy mielőtt megnyílt volna a kiállítás, jelentkezett nálam egy gyűjtő Németországból, hogy van egy ilyen festménye, megnézni, mert megnéztem, és hát azonnal kölcsönkértem, mert mondtam, hogy ez tényleg izgalmas lenne. Ráadásul ez egy hiányzó láncem ez a kép, ez egy olyan festmény, ami a Czóbelnek a nagybányai plener korszakából tulajdonképpen a legnagyobb méretű vászon,
de a legérdekesebb az az, hogy egy teljesen intakt állapotban lévő kép. Uh-huh. Tehát gyönyörű szépen megmaradt a felülete, sehol nem, máshol nem lehet azt tapasztalni, hogy ő hogy bánt a fénnyel például. Tehát ha megnézzük a képet, azok a részek, ahol a napsugár látszik, az úgy néz ki, mintha tényleg az lenne, de hogy még testet is ad a fénynek, tehát materializálja a fényt. Azok a részek a festményen, ahol a fény esik, azok vastagon kitüremkednek a vászonból, ahol egy kicsit sötétebb, ott simán. Tehát tulajdonképpen a fénynek testet adott. Ami érdekes, hogy sok olyan képe van, amelyek kétoldalasak. Ez azt jelenti, hogy hát ugye drága volt a vászon már Párizsban is, és ez nagyon sokszor előfordult, nem csak vele, más művészekkel is, hogy megfordították a vászlat, és akkor arra újra festettek. Itt van például egy ilyen. Ennek a festménynek ezt az oldalát korábban nem ismertük, hanem ez volt kiállítva, ez a Váza széken című képe, amely egyébként amúgy egy omázs a Gauguin, vagy Van Gogh, ugye Van Gogh megfestette Gauguin székét, és hát ezt az oldalt ezt mindig is ismertük. Viszont itt lehet látni ezen a táblán, hogy a hátoldal az így nézett ki, egy vörös fedőfestékkel le volt takarva a hátoldal, viszont a vörös fedőfesték alatt is átirizált le teljesen jól, de ez még művészettörténésznek sem kell lenni. Gyönyörű szépen lehet látni, hogy ott egy figura van. Úgyhogy hát még mielőtt én ide a múzeumban kerültem, akkor megkértem az akkori igazgatót, hogy mi lenne, hogyha nekiállnánk és letisztítanánk, és hát ez lett belőle. Tehát tulajdonképpen a múzeumban előkerült egy olyan kép, ami mindig is itt volt, csak nem tudtunk róla. De ennél sokkal izgalmasabb egy másik kétoldalas kép, aminek egyelőre csak a hűlt helyét tudom mutatni. Itt volt kiállítva az a Bergeni szélmalom című képe, amit 1917-ben festett, itt Holland, ugye ebben a holland periódusban, és hát az az igazság, hogy ez is több évtizeden keresztül itt volt a múzeumban, de nem nagyon jutott senkinek eszébe, hogy megfordítsák és megnézzék, hogy mi van a hátoldalán. Néhány évvel ezelőtt, 2014-ben rendeztünk egy nagy életmű kiállítást a Zobel életműből a Művészet Malomba itt Szentendrén, és akkor, mint kurátor volt esélyem rá, hogy minden képet megnézzek, alaposan megvizsgáljak, és akkor megfordítottam ezt a képet, lehet látni, hogy így nézett ki. Ez egy fehér fedőfestékkel lefestett vászon, viszont abszolút lehetett látni, hogy ez biztos, hogy nem Zobel festette. A Zobel soha életében nem szerette a non-figuratív piktúrát, az teljesen távol állt az ő festői felfogástól az absztrakt képépítés. Ezen meg lehet látni, hogy ez egy absztrakt kompozíció. Készítettünk a festményről egy röntgenfelvételt, és akkor már gyönyörű szépen kijöttek a körvonalak, akkor már teljesen egyértelmű volt, hogy egy absztrakt képről van szó. És elkezdtem gondolkodni, hogy 1917-ben vagyunk Hollandiában, hát mégis, hogyha nem a Zobel festett, akkor mégis kifesthette. És hát eszembe jutott, hogy 1917-ben Hollandiában indult egy avantgárd csoport, a The Style, és ennek volt egy magyar tagja, a Huszár Vilmos, aki viszont jó barátja volt, pontosabban azt nem tudjuk, hogy mennyire voltak jó barátok, de minden esetre ismerték egymást Zobellel. Már 10 évvel korábban Nagybányán együtt festettek. És hát mivel honfitársak voltak, biztosra vehető, hogy ők találkoztak Hollandiába, úgyhogy nagy valószínűséggel ez egy ajándékba kapta ezt a vásznat Huszár Vilmostól, és hát körülbelül ennyire becsülte őt, megfordította a vásznat, és festett rá egy másikat. Ami nagyon érdekes, hogy ez az oldal, ez sokkal izgalmasabb, mint az az oldal, amit idáig ismertünk. Mert hogy ha jók a megérzéseim, akkor ez a legkorábbi Magyarországon köz- és magángyűjteményben őrzött, teljesen nonfiguratív, absztrakt kép. 1919 után ő Berlinbe távozott, és most ennek a 3.0 kiállításunknak tulajdonképpen ez volt a fő, tehát erre az időszakra próbáltuk helyezni a hangsúlyt. A múzeum gyűjteményében is fontos művek vannak, például a Kernstock Károly feleségéről készített portrét. Tulajdonképpen az egész életműben nagyon kevés olyan portrét ismerünk, amelyek megrendelésre készültek. Ezt Kernstock Károly, aki egy jó barátja és festőtársa, kollégája volt,
a Berlinben megkért, hogy a feleségéről készítsen egy portrét. Az, hogy ez a Zobel Múzeumban van, és nem a Kernstock hagyatékban, az annak köszönhető, hogy a Kernstock Károlynének nem tetszett a portré. Némileg érthető, nem nagyon hasonlít rá. Ami nagyon izgalmas, hogy idáig nem tudtuk, hogy pontosan mikor készült a kép, és szignót sem láttunk rajta, és éppen most egy pár hónappal ezelőtt teljesen véletlenül, ahogy az iPhone-ommal megvilágítottam, megtaláltam a szignót is. Itt van a szignója, hát itt még a táblán azt írtuk oda, hogy jelzés nélkül, de ott van a Zobel szignó. Ebből a szögből? Abból a szögből lehet látni, így van, meg hogyha egy kicsit jobban van megvilágítva. Lehet, hogy azért is sejtette el, mert egy picit szégyelte. Hát volt olyan eset, nem ennél a képnél, egy 1910-es tájkép, ami majd a következő áprilisi kiállításunkon lesz, a hátoldalára ráírta, hogy sajnos én festettem. Legalább önkritikája volt, ezt tudhatjuk. Az igazság, hogy például az, hogy ilyen sok kétoldalas képe volt, kritikus volt magával, és nem volt mindig elégedett azzal, amit létrehozott. Zárójelben megjegyzem, hogy ezen az egy vásznon nem kettő kép van, hanem négy. Wow. Mert hogy mind a két réteg alatt van egy másik, ezt a röntgenvizsgálat is kimutatta, de szabad szemmel is lehet látni, hogy vannak olyan, hát ilyen festői is hungok, amik más kompozícióhoz tartoznak. Tehát ő tényleg kritikus volt magával. Arról nem tudunk, hogy sok képét megsemmisítette volna, de volt ilyen is. Inkább a történelem volt olyan gyalázatos vele, hogy nagyon sok képe elveszett. És pont ebből a berlini korszakból és nagyon-nagyon sok művéről tudjuk, hogy elveszett. Egyrészt azért, mert a náci Németországban később, tehát ő hamarabb eltávozott, de később, amíg ott maradtak művei gyűjteményekben, hát zömmel zsidószármazású gyűjtői voltak, és ezt a fajta festészetet a náci Németországban Entartete Kunstnak, tehát elfajzott művészetnek tartották, tehát ezt üldözték. Zobel Béla. Hogy jön Szentendréhez? Mi a kapcsolat? Mi a párhuzam? Ő 1930-as évektől kezdett el lejárni Szentendrére, Lehel Ferenc hívta őt meg. Hát egyrészt egy szerelem is volt, ugye itt megismerkedett a második feleségével, Modok Máriával, de már a 30-as években, amikor ő elkezdett lejárni, ugye itt nagy festészeti, művészeti élet volt, itt volt a Szentendrei Művésztelep, és magával ragadta a városnak a festőisége, és nagyon hamar otthon is érezte magát. Ugye elvette feleségül Modok Máriát, aki szintén festőnő volt, és onnantól kezdve tulajdonképpen az ő fő bázisuk az itt volt Szentendrén. A szebb hónapokat, ha úgy tetszik, tehát a tavaszt és a nyarat, itt töltötték Szentendrén, itt festettek, és amit produkált, a kész festményeket összecsomagolta és vitte ki magával Párizsba. Ez azért érdekes, mert hogy egész korszakokat élt így át, tulajdonképpen a legátkosabb kommunista rendszerben is ezt megtehette. Tehát ugye egy kivételezett festő volt, ugye más még útlevelet sem kapott. Ő minden évben megtehette azt, hogy tavasztól nyárig fest, összecsomagol, kiviszi a képeket, és kemény valutáért Párizsba, az ő saját magángalériába eladta. Vannak olyan festmények, amelyeket ismertünk reprodukcióról. Ez például egy chicagói gyűjteményben volt, a neves Johnson gyűjteménynek a tulajdonában, Johnsonnak a tulajdonában volt, és most már magyar magángyűjteményben van. És amikor sikerült a magángyűjtővel találkozni, akkor megmutatta, hogy ennek a festménynek van egy hátoldala. Kinyitható. Ez kinyitható, ezt meg tudom mutatni. Wow. Ez így néz ki,
Ez sajnos elég roncsolt állapotban van, de még így is nagyon jól lehet látni, egyébként fejjel lefelé van. Itt a keze, ott a lába, és mellette egy másik figurának lehet látni a lábát, ott a cipője. Ez az öltözet, ami a figurákon látszik, ez teljesen egyértelműen vagy matadorok, vagy pedig toreadorok. Tehát vagy Spanyolországban, vagy Dél-Franciaországban kellett készülnie. Egész biztos, hogy nem a Zobel festette. De nem tudjuk, hogy ki festette. Ez minden bizonnyal ez a kép, ez a festmény, ez legalább négyszer ekkora volt így a kompozícióban ítélve. Úgyhogy ez egy fragment, tehát ez egy, csak egy töredék, egy részlet. Nem tudjuk, hogy milyen lehetett az egész. Én azt is el tudom képzelni, hogy akár ez egy talált vászon volt, és mint egy nyersanyagot használta, a földön volt a Zobel, és megfordította és festett rá egy másikat. De hát még számos ilyen van az életműben. Itt a múzeumban is több ilyen rejtély akad, és hát a következő áprilisban nyíló kiállításunk ezekre a rejtélyekre keres majd választ. Jószai Magdolna költőnő versét idézve. Mindig új és megunhatatlan. Akárhányszor erre térülök, mintha tényleg elvarázsolnának, szépségébe beleszédülök. Tágra nyílt szemmel csodálom minden mesés részletét, a sziporkázó ékszerdobozként tündöklő Szentendrét. Utunkat folytatva ezután a rövid ideig élő Vajda Lajos festőművész múzeumában vezettek körbe bennünket. A Vajda Lajos kiállítás társ kurátorával, Szabó Noémivel fogjuk körbejárni a múzeumot. Vajda Lajos Szentendréhez sok-sok szállal kapcsolódó képzőművész volt, a 20. század első felének egyik legfontosabb magyar alkotója. Nagyon fiatalon meghalt, csupán csak 33 esztendő adatott meg neki, és ez a kiállítás arra vállalkozik, hogy körülbelül 180-200 mű bemutatásán keresztül megmutassa azt, hogy ki is volt ez a Vajda Lajos, milyen festői utat, művészi pályát járt be, miért volt különleges, és hogyan hatott tulajdonképpen a saját kora, és az ő személyisége erre a művészi életútra. Rögtön itt az elején, ha erre megyünk, a kiállítás egy olyan kabinettel kezdődik, egy olyan zárt kubustérrel, ahol Vajda 15 éves alkotói periódusaiból különböző önarcképeket válogattunk ki. Ezek az önarcképek a 20-as évek elejétől egészen 39-40-ig tartanak, összesen 7 önarckép látható itt, és nagyon szépen láthatjuk azt, hogy hogyan haladt Vajda Lajos tulajdonképpen az absztrakció útján, hogyan haladt a realista tanulmányfelfogástól, az önálló hangját kereső fiatal művésztől, a maszkokon át, az individuum kutatásán keresztül, egészen a felbomló és vonalkötegekké redukálódott önarckép ábrázolásokig. Az önarckép egy fontos műfaj a művészet történetében, reneszánsz óta vizsgálják a művészek önmaguk arcán keresztül azt, hogy kik ők valójában, honnan, hova tartanak, és egyáltalán mi az ő létezésük értelme. Itt talán ebből kaphatunk egy ízelítőt. Erről sok mindent tudunk arról, hogy ő milyen volt, annál is inkább, mert fönnmaradt közte, és előbb mennyasszonya, majd felesége közötti, majd a Júlia közötti levelezés, amiben egy nagyon érdekes képet kapunk az ő személyiségéről. Ez a kiállítás részben erről is szól, az ő személyiségéről, az ő remete jellegéről, arról, hogy milyen visszahúzódó volt, magába forduló, és mégis milyen sokat jelentettek számára a fontos barátságok.
Illetve arról, hogy egy nehéz ember volt. Az ellenti kubus, amit belülről néztünk meg, kívülről idézeteket lehet rajta olvasni, mindegyik Vajda Júliától származik, és mindegyik Vajda Lajosról szól, és arról, hogy ő milyen egy nehéz és ambivalens karakterű ember és figura volt. Az életükből csak 5 évet töltöttek együtt, mert 41-ben Vajda Lajos meghalt. 41 egy olyan történelmi pillanat, amikor a II. Világháború éppen kitört, a lehető legkevésbé alkalmas arra, hogy művészetről beszéljünk, nem is ment. Viszont Vajda Júlia, aki a hagyatékot, a műveket, a könyvtárat, a levelezést kezelte, ő nagyon szépen elbújtatta ezeket a műveket a háború alatt, és aztán 45 után, amikor egy rövid felszabadulási periódus után újra nyomasztó évek következtek a magyar történelembe, akkor ő volt az, aki folyamatosan beszélt Vajdáról, aki megpróbálta őt propagálni, aki a barátoknak, ennek a kiterjedt baráti társaságnak újra és újra megmutatta Vajda műveit. Ő volt az Vajda Júlia, aki segített létrehozni itt Szentendrén azt a 120 műből álló kollekciót, ami Vajda Lajos legnagyobb egyben múzeumi intézményben lévő gyűjteménye. Tehát természetesen ő ebben rengeteget tett, azon túl, hogy alanyi jogon egyébként egy nagyszerű képzőművész volt, és fantasztikus életművet hagyott hátra, és erről szól egyébként az ezzel a kiállítással párhuzamosan látható Vajda Júlia kiállítás. Most egy kicsit más vizekre evezünk, Szentendréről talán kevesen tudják, hogy komoly szőlészet és borászati múlttal rendelkezik. Éppen ezért átsétáltunk a Nemzeti Bormúzeumba. De nem csak borokról, hanem a hagyományos magyar pálinkáról is beszélgettünk. Szentendrén vagyunk a Nemzeti Bormúzeumban, aki pedig körbe fog minket vezetni, a Stausz Péter, a pincészet szomeliéje. Szervusz Péter, körbe vezetnél akkor bennünket? Üdvözlök titeket, igen, itt Szentendrén a Bormúzeumban. Ahol most vagyunk, ezek kb. 200-220 éves pince, még szerbek építették annól ezt a pincét. Kisebb-nagyobb pincék vannak itt a belvárosban, a miénk az egyik talán legnagyobb, ez 600 négyzetméteres. És három részre osztottuk föl. Itt az első részén a 22 magyar borvidék látható, a második része a borkóstoló része, ott vannak programok, a lehetőségek, és van egy harmadik része, ott tároljuk a közel 3000 palasz borunkat. Körülbelül 200 fajta borunk van a pincében. A Bormúzeumnak a lényege az, hogy itt Magyarország mind a 22 borének a borai megtalálható. Hát persze nem minden pincéből, mert azért hát rengeteg pincészet van Magyarországon, hát próbáljuk összeválogatni a jobb minőségi borokat. A pincének még az érdekessége az, már hát a 80-as években lett ez kitalálva, hogy bormúzeum legyen, hogy itt 15 fok van télen-nyáron. És emiatt ez a boroknak a tárolására teljesen alkalmas. És hát igazából most, ahol bejöttünk a pincébe, itt ilyen 4-5 méterre érkeztünk le, de a pincének a leges legvége közel 10-11 méter mélyen van, mert egy domba nyúlik be ez a pince. És igazából ez az első része, itt valamennyire betagoltuk, hogy a 22 magyar borvidékről van egy rövidebb leírás, általában ezt beszoktuk mutatni a vendégeknek, hogy mi, ami érdekes, tehát mint a balatoni borvidék, Villány, Szekszárd, Eger, Tokaj, tehát a nagyobb borvidékről beszélünk természetesen, nem mind a 22-t szoktuk megemlíteni. Ez fajtától függ igazából. És ha már Szentendrén vagyunk, akkor Szentendrének milyen kötődése van a szőlőhöz, a bortermeléshez? Erről beszélnél nekünk egy kicsit? Hát igazából Szentendrén régen foglalkoztak és voltak szőlő területek, de sajnos nem volt ez anyagilag nagyon támogatva és le is állt. Most újra próbálták felkarolni ezt, és most Kőhegyen, illetve Ürömhegyen vannak szőlőtőkék, inkább fehér fajtákból és készítenek borokat. Mi is próbáltunk beszerezni, még egyelőre nem, de reméljük, hogy ez fog sikerülni. Igazából kisebb tételbe készülnek ezek a fehér borok, és hát egyelőre még azért az elején tartanak ők is. Nálunk a borkóstolónak a lényege még annyi, hogy itt nem egy fajtát kóstolunk, tehát ha valaki mondjuk lemegy Tokajra,
akkor Tokaján csak tokai borokat tud fogyasztani és megkóstolni. Nekünk itt a borkosnak a lényege az, mint magyaroknak, vagy mondjuk turistáknak is, hogy megismerjék a magyar borokat. Tehát kóstolunk velük fehérbort, vöröset, szárazat, édeset. Tehát minden kategóriából kóstoltatunk nekik ezekből a borokból, és igazából így kapnak valami képet igazából a magyar borról. Persze ez leginkább a turistáknál nagyon jó dolog, hogy megismerik a magyar bor, de azért nagyon sok magyar vendégünk is van olyan, aki kóstol nálunk bort, hogy hú, ilyen bort is lehet Magyarországon inni. Hát lehet, csak hát ezek a kisebb pincéből származó borok. Ez az a rész, ahol szoktuk a vendégekkel kóstolni. Vannak padok, a lényeg az, hogy le tudjanak ülni, hogy minél nehezebben tudjanak fölállni majd a végére. Háttámla nincsen, erre figyeltetek? Hát igen, azért tartsák magukat. És igazából itt szoktuk mindig elkezdeni, hogy fehér borral indítunk, általában mindig száraz fehér bor. Leginkább balatoni bort szoktunk javasolni, mert azért ez elég nagy és eléggé nagy repertoárjuk van nekik. És akkor utána szoktunk átmenni vörösborra, szekszárdi, villányi, turistáknak mindenképpen betesszük az egri bikavért, tehát a bikavért ismerjék. Emellett persze azért tudni kell, hogy szekszárdon is van bikavér, de mindenki az egrit ismeri. Nem szoktunk ebbe belemerülni, hanem akkor egrit kóstoltatunk. Szoktunk nyáron nagyon rozéborokat kóstoltatni. Most még nincs itt a szezonja, de nyáron folyamatosan kóstoltatjuk őket, mert az egy eléggé populáris bor lett most, ha megnézzük Európa szerte mindenhol. És akkor a végét általában tokaival szoktuk zárni. Hát persze inkább édes tokaival zárjuk a borkóstolót. És az itt is az aszú is ebbe a csoportba tartozik, ugye? Igen. Hát igazából a legvégén szoktuk aszúval zárni a borkóstolót, és általában még, mivel hát mi bormúzeum és pálinka tár vagyunk, ezért a végére beszoktunk tenni egy-egy pálinkát is. Tehát mondjuk nyáron azért kevesebbet, de főleg a turistáknak is, mert azt se tudjuk, mi ez a pálinka. És akkor még a pálinkáról is lehet egy picit beszélni, hogy ez mi ez a pálinka, hogy készül ez a pálinka, és akkor ezzel zárjuk be a borkóstolót, és akkor igazából bort is ivott, és megtudta azt, hogy mi az a pálinka is. És mi az a pálinka? Pár szóban, hogyha össze tudnád foglalni. Hát ilyenkor hidegbe finom. Igen. Hát igazából a pálinkáról azt tudtuk elmondani a vendégeknek, hogy ez valamennyire egy egyekte magyar dolog. Sok helyen készül. Tehát Szerbiában, Bulgáriában készül a rákia, Ausztriában készül a schnapps, Olaszországban a grappa, de mindegyiknek más a picit a elkészítési módja. A magyar pálinka törvény most azt mondja ki, hogy csak magyar gyümölcsből készíthető, tehát Magyarországon születelték, és 37,5 fokosnak kell lenni ennek a pálinkának, az alatt nem lehet, és a lényeg az, hogy elvileg semmit nem lehet hozzátenni. Tehát se élesztőt, se cukrot, tehát tisztán készíthetik el. Mennyi a max egyébként? Tehát mondtad, hogy 35 fokos. Hát igazából nekünk most a pincében 60 fokosunk van. Wow. Akkor az a maximum, nem éget, mert az ilyen magas alkoholfokokat már beszokták tenni eperfahordóba. És azért az úgy lágyítja íz aromában. Tehát a 60 fokot még úgy szájban nem érezzük, csak amikor leér. De a maximum, amit én így találkoztam vele a forgalomban, az 70 fokos volt, és mondjuk az egy törkölypálinka volt, tehát szőlő törkölypálinka volt. Azt nem is tartjuk, régen tartottuk, tehát ez a 60 maximum. De a legstandardebb pálinkák meg lehet látni mindenhol, ilyen 40 fokosak, amik üzletbe forgalmaznak. De hát úgy, mint a viszkibe, konyakba, vodkába, el szoktam mondani a vendégeknek, zongorázni lehet a különbséget, mert nagyon sok pálinka főzde van Magyarországon. Én azt szoktam mondani erre, hogy én a körtét és a cigánymegyet szeretem, de abból sem mindet iszom meg, mert azért más íz aromában. Itt van éttermük, tehát a tárlatvezetés és a kóstolás után a vendégek felmehetnek az étterembe, és azt elmondaná nekünk, hogy szokott-e itt tanácsokat adni, mert nyilván minden ételhez illik egy-egy bor, és hogy ezt hogy tudjuk összepárosítani, hogy tudjuk, hogy milyen ételhez milyen bor tukál. Hát igen, igazából fönt van egy éttermi részünk, és azért is lett hát labirintus ennek a neve, mert nem csak, hogy a pince eléggé nagy, hanem a pincében első szint, másodszinten van még fönt éttermi része, ahol lehet ebédelni vagy vacsorázni. Nagyon sok vendég úgy szokott hozzánk jönni, hogy
vacsorával egybekötve, tehát leülnek, kiválasztják, hogy mit szeretnének enni, lejönnek hozzám, itt tartok egy borkóstolót. A borkóstoló közben szintén arról beszélek, amit kóstolunk borokat, mit szoktunk hozzá, vagy mit szoktam hozzá javasolni. Szerencsére sikerül úgy elmondani, hogy mindenkinek összefolyik a nyál a szájában, és amikor végeztünk, akkor fel tudunk menni az étterembe, a konyha addig elkészíti, amit rendeltek, és akkor már csak szervizelni kell, és akkor tudnak igazából étkezni a vendégek. Hát ez változó igazából. Tehát például a tokajaknál mindenképpen el szoktuk mondani, hogy meg megkérdezzük, hogy ez egy jó desszertbor, akkor mindenki bólogat, hogy igen, én meg mondom, hogy igen, de nem, hanem az egy jó libamájhoz például, egy roston sült libamáj, egy ilyen karamellás kis almával, körtével, áfonyalekvárral, igazából azzal úgy kiegészül az egész. Hú, most én is megérhetem, nagyon jó hangzik. Tároljuk a borainkat. Ez általában mindig folyamatos töltés alatt van, mert mindig jönnek újabb borok, mi mindig nézünk mi is újabb borokat, és igazából próbálunk beszerezni mindig újabbat. Itt tudják megnézni a vendégek, amiket megkóstoltunk, itt van lehetőség arra, hogy tudnak belőle vásárolni, illetve hogyha mondjuk itt étkeznek, vagy ebédelnek, vacsoráznak nálunk, akkor ki tudja választani azt a bort, amit szeretne a étterembe fogyasztani, megfogja. Fölviszi kollégám, vagy én szervírozom, és akkor azt el lehet fogyasztani. És akkor a végén tettük így össze egy picit egy ilyen pálinka részt. Hát nagyon sokféle pálinka van Magyarországon, nálunk azért picit az kevesebb. Tehát inkább a bormúzeum. A pálinkából egy olyan 4-5-6 főzdének a pálinkáját tartjuk, amiből szintén fönt is tudnak az étteremből, bármelyikből inni a vendégek, illetve hát ezekből szoktuk a pálinka, vagy a borkóstoló végén egyet azért bekóstoltatni. A pálinkát azt ilyen aperitívként szokták felszolgálni, szóval nincsen kőbe vésve, hogy az étkezés előtt, után, közben, vagy mikor fogyasztják, mikor érdemes. Hát igazából kőbe nincsen vésve, én mindig azt szoktam mondani, hogy a pálinka az egy aperitív, tehát inkább az étkezés előtt. Az a 4 cent pálinka aperitív, mert az ember megissza, kicsit úgy helyre teszi egy gyomrot, és akkor utána le lehet enni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy előtte és meg utána is. De hogyha hűvös van, vagy ha zsíros az étel, akkor közben is lehet nyugodtan inni. De inkább aperitív, tehát étkezés előtt szoktuk javasolni a pálinkát. Nekem a nagypapám nagy híve a pálinkának, és ő mondja mindig, ha fáj a gyomrod, fáj a fogad, fáj a fejed, mindenre pálinka. Hogy ez igaz? Tehát, hogy orvosságként is így lehet használni? Hát régen, ahogy én tudom igazából, ezt annól még apátságokban kezdték el szintén a pálinkát készíteni, és ők is igazából 100% gyümölcsből készítették, és nem tettek hozzá semmit, erre régen tényleg azt mondták, még nekem is a nagyapám, hogy minden reggel mondjuk ő azért ívott egy pálinkát, hogy ez tényleg orvosságnak lehet fogyasztani a pálinkát, mert ez egy tiszta gyümölcs szesz. Szentendrén számos múzeum és program lehetőség várja az ide látogatókat, de akik egyszerűen csak nosztalgiáznának, azoknak különösen tudjuk ajánlani a Retro Design Center múzeumot. Vagyunk Beával, a Retro Múzeum tulajdonosával, és ő fog bennünket visszarepíteni a 70-es, 80-as évekbe. Szia, Bea, bemutatod nekünk ezt a fantasztikus helyet? Igen, gyakorlatilag a kiállításunk, ahogy mondtad, és a 70-es, 80-as éveket idézi, és most az autók között vagyunk. 30 autót helyeztünk el itt a kiállításba. A 30 autó között 6 olyan van, amiben becsücsülhetnek a látogatók. Például itt mögöttünk ez az Asztava versenyautó, vagy egy picit odébb van egy multikárunk, ami nyitva van a látogatók előtt, egy oldalkocsis Jáva motorkerékpár, felcsücsülhetnek. Egy rózsaszín Warburg Cabrio várja még a látogatókat, illetve az Icarus buszt is kinyitottuk, abba is be lehet csücsülni, vezetni lehet, ugye, be lehet ülni a vezetőülésbe, de igyekeztünk olyan tárgyakat is elhelyezni, például az Icarus buszban, amelyek a kiállítás egyéb részeihez nem nagyon kapcsolódtak,
egy sorülést meghajtunk, a másik oldalon pedig régi irodai relikviákat helyeztünk el, egy írógép, aminek nagyon szoktak örülni a gyerekek, hiszen meg lehet nézni, hogy mi a különbség az érintő képernyő és az írógép leütésének az ereje között. Úgyhogy ezek a tárgyak a látogatók rendelkezésére is állnak. A többi autót pedig megcsodálhatják. Életképeket igyekeztünk kialakítani. Itt mögöttünk van például egy sátras utánfutós életkép, mellette egy lakókocsi berendezve. Benne van a sárga dobozos Fabulon naptej, vagy a BRG Magno, amit vittünk magunkkal, hiszen a 70-es évek fiatalsága vitte ki az utcára a zenét. És a sátras utánfutós életképnél még nagyon fontos megemlíteni, hogy a 70-es, 80-as években a nyaralás legfontosabb kellékei ezek voltak, és a Balaton volt a legfőbb hely, ahol nyaraltunk, de nem csak mi, hanem egész Kelet-Európa a Balaton szerette, hiszen nagyon sok kelet- és nyugatnémet család a Balatonnál tudott találkozni, hiszen a szétszakított családok máshol nem találkozhattak. Nem csak én az udvaron, hanem benni sok old school különlegesség várt bennünket. Az autós-boltos életképnek azért van az alaksorban értelme, ugyanis abban az időben alkatrészhiány volt, minden autóhoz nehéz volt beszerezni az alkatrészt, élelmes maszekok pedig felvásárolták az éppen akkor kapható alkatrészeket, és alaksorokban, garázsokban kis autós boltok alakultak. Azok az alkatrészek, amiket itt lehet látni, ezek mind azokban az autókban voltak benne, amelyeket itt a kiállításban is lehet látni, ugyanis akkoriban az volt a divat, hogy amilyen alkatrészt lehetett kapni, azt a tulajdonosok megvásárolták, hát ha szükség lesz rá valamikor. A hátad mögött pedig egy Warburg alvázat helyeztünk el, ez pedig arra szolgál, hogy egy kicsit megismerkedhessenek vele a gyerekek, látogatók, hogy milyen is egy tárcsafék, milyen egy dobfék, milyenek a rugók az autóban. A Warburg kifejezetten alkalmas volt arra, hogy így szét lehessen szedni, mert a karosszéria külön szerepelt az alváztól. Egy mai autós iskolának is egy kihagyhatatlan eleme lehetne egy ilyen autó. Néha nem lenne rossz, hogyha a nők is hozzáértenének ahhoz, hogy hol van a motor, mit kell szerelni, bütykölni, nem csak a férfiak, de lehet, hogy mi is elsajátítjuk valamikor. Lehet, hogy a mai autók már olyan bonyolultak, hogy egy kávét meg lehet melegíteni a motortérben, de már nem nagyon lehet látni ezeket az alkatrészeket benne. Ez gyakorlatilag a Keravil. Abban az időben, 70-es, 80-as években a Keravil volt az egyetlen olyan országos üzletlánc, ahol szórakoztató elektronikai cikkeket, háztartási cikkeket, illetve motorkerékpárokat és kerékpárokat is lehetett kapni, valamint ezeknek az alkatrészeit. Ma ugye rengeteg ilyen üzletlánc van. Nálunk abban az időben a Keravil volt az, ahol megvásároltuk a televíziókat például. Ugye eleinte fekete-fehérek voltak a televíziók, aztán a technika fejlődésével színesek lettek, illetve a műanyagipar fejlődésével pedig ezek a szép műanyagkávás televíziók kerültek gyártásba. Nagyon érdekes, amikor iskolás osztályok érkeznek, akkor én nagyon ügyelek rá, hogy mindig végigvezessem őket, és egy csomó érdekes dolgot lehet mondani, nagyon érdekesek a reakcióik is, ugyanis a fekete-fehér tévé kapcsán mindig megemlítjük, hogy milyen nehéz volt akkor megkülönböztetni a foci csapatokat, vagy a vízilabda csapatokat, ahol csak a fejeket látjuk.
Aztán az is érdekesség, hogy nem volt távirányító abban az időben. Fel kellett állni, oda menni a tévéhez, és lehalkítani, felhangosítani, esetleg sávot váltani. De hát az adók tekintetében nem voltunk túlságosan elkényeztetve, hiszen két adó volt össze-vissza. Az egyes műsor sugárzott egész nap műsort, a másik pedig általában csak délután. Uh-huh. Az egyes műsoron délelőtt iskola televízió volt, kora délután a biztonság kedvére ezt megismételték, és hát az is érdekes, hogy nem volt teletext, és a tévé műsorát egy műsorismertetés során a tévébemondó mondta el. Nagyon érdekes dolgok voltak akkor abban az időben, nem volt tele reklámmal, viszont időnként szünetet sugároztak a televízióban. Aztán, hogyha valami baj történt a közvetítéssel, akkor kiírták, hogy adáshiba. Úgyhogy ezek mind-mind újdonságok a gyerekeknek, a fiataloknak. Van egy kis érdekességünk, egy kis Misa rádió. A Misa az 1980-as moszkvai olimpiának volt a kabala figurája, és a kabala figurák története is a 70-es évekhez köthető. 1972-ben a müncheni olimpiánál határozták el, hogy innentől kezdve minden olimpiának lesz kabala figurája, ami az országra jellemző állat. Aztán láthatunk még itt háztartási gépeket, fagylaltgépet, a híres kotyogót, ami ugye nagyon ikonikus darabja volt annak a kornak, aztán a hajszárítókat, a híres NDK hajszárítókat. A nappaliban vagyunk, ami az 1970-es-80-as éveknek a világát tükrözi. Két részre osztottuk, a hagyományos részre és a modern részre. A hagyományos részben a tipikus vitrines szekrények a kukoricás kancsóval, a bombonokkal, a sörös dobozokkal a szekrény tetején, ugye az elhagyhatatlan volt, illetve a tipikus dohányzóasztallal, ahol egy picit a pénzeket kiraktuk, a cigarettázott ugye abban az időben mindenki, és elengedhetetlen kelléke volt a dohányzóasztalnak. A falon subaszőnyeg, vagy szalmakép, amit a sorkatonai szolgálatot töltő fiúk csináltak rendszerint, illetve a modern részben pedig egy hippi lány várja a kedves látogatókat, megpróbáltak felöltöztetni a kor jellegzetes tárgyaival, a napszemüveggel, a kvarcórával, a szasszon frizura, a haja... Vastag cipő. Igen, a vastag talpú cipővel. Tipikus a könyvespolc, amin a kor jellegzetes könyveit helyeztük el, a postás mindig kétszer csenget, Latinovics Zoltán verset mondok, vagy a tipikus panoráma úti könyvek, amik alapján utaztunk. A konyhában pedig a tipikus konyha berendezést helyeztük el a Szaratov hűtővel, a régi gáztűzhellyel, mindenkinek ilyen konyhabútora volt, esetleg a szín variációk fellép vagy lehettek, de egyébként mindenkinek ilyen volt. E kellemes nap után meleg szívvel ajánlom önöknek, hogy látogassanak el Szentendrére. Lehet itt pihenni, jókat enni, kirándulni, üldögélni a Dunaparton, és persze, ahogy azt mi is tettük, múzeumokba, galériákba látogatni. Köszönjük, hogy bennünket néztek, tartsanak legközelebb is velünk, a viszontlátásra!